Az elmúlt egy évben a kazincbarcikai mentők 93,6%-ban tudták tartani azt, hogy 15 percen belül kiérnek a helyszínre egy-egy riasztást követően. Munkájuk és eredményességük kiemelkedő, hangzott el a mentők napja alkalmából rendezett helyi ünnepségen. Lassan egy hónap múlva lesz 60 év, hogy Kazincbarcikán is ugye van mentőállomás. Szeretném tiszteletemet kifejezni az elődeink előtt, akik szakmai odaadásukkal, áldozatos munkájukkal kövezték ki az utat, amin most járunk. A kazincbarcikai mentőállomáson szolgálatot teljesítő bajtársakat idén is egy meghitt, barátságos és kötetlen találkozóra hívta a városvezetés. 2023-ban polgármesteri kiemelkedő oklevelet vehetett át Szitka Pétertől Balázs István mentőápoló. Balázs István 2007-ben állt szolgálatba az Országos Mentőszolgálatnál, először Esztergomban, majd 2012-től Kazincbarcikán. Méltatása szerint alázatos, rátermett szakember, aki az esetkocsik oszlopos tagja. Nincsenek egyforma napok, nincsenek egyforma feladatok, minden napunk más, talán ezért is szeretem, mert változatos a mi munkánk. Nehéz feladatok is vannak, de vannak sikerélmények. Klimon István alpolgármester ünnepi beszédében köszönetét fejezte ki a kazincbarcikai mentőknek, hiszen ahogyan fogalmazott, éppen azt a fiatalosságot testesítik meg innovációval ötvözve, amelyet maga a színes város Kazincbarcika is. A mentőkre folyamatosan és mindig szükség van, új-új megújuló szituációban, mindig olyan környezetben, ami egy kicsit akár a mentősöknek is új lehet. Mentősnek lenni egy életre szóló hivatás. A szolgálat a bajba jutott embertársak megsegítését tűzte zászlajára, amely rengeteg odaadást és önfeláldozást kíván a feladatot gyakorlók számára.